Szóztok srácok, én Bendőtön a Gameplays vagyok, és ebben a videóban, ahogy láthatjátok, egy Stumble Guys videót fogom megnézni. A vadonat új skineket és a emotokat, footsteppeket, animációkat, stb. Meg fogjuk nézni ebben a videóban, hogy még fognak bejönni, mert előző videómban próbáltam megnézni a skineket, de ott nem volt benne a bétában. És itt fogjuk megnézni a YouTube-on. Köszönjük, hogy megcsináltad ezt a videót, EOONG Gaming. Nagyon köszönjük, itt is van a neve a cím alatt. Iratkozzatok fel rá, és tök jó zsatorna. És akkor még mielőtt elkezdenék, légy szíves, nyomjatok el lájkot és iratkozzatok fel, mert meg szeretném érinteni a következő célom. 115 feliratkozók szerintem nem lehetetlen, azt az év végére. És akkor iratkozzatok fel mentőtön a KD-ra is. És akkor kezdjük is a skinekkel. Gyorsan indítsuk is el. Az első skin azok pár epik, ami a Minotaurus. Biztos tanultátok már történelemben, mert én igen. És ez az update, az előző videómban is leírtam, ez inkább legjobban egy ilyen görög mitológia ízével fog foglalkozni. Mert hát ez görög történelemből be volt, de ezt nem mondom el. Szerintem nem egy rossz skin, nekem nem jön be. És persze értékelni fogok az összeset. Szerintem 6-7 per 10, szerintem nem rossz. Mindegy. Tehát is a következő, ami a Furiken Storm. Ami van másik ilyen epic skin, csak annak nem tudom, hogy milyen neve. És azt vettem észre, hogy ennek meg van fordítva a színe, mert a másik epiknek annak a fehér a bőre és fekete a kabátja. De itt viszont fordítva van. Szerintem nem egy rossz nyusziskin. 7 per 10 szerintem. Aztán jön egy másik görög mitológiai skin, ami Artemis. Szerintem nem rossz. Van is amúgy nekem egy ilyen osztálytársam, hogy Artemisia, de mindegy. Szerintem tök jól néz ki, összeillik ez a világos kék, meg az aqua zöld. Szerintem nem egy rossz skin, 8 per 10. És persze ott a nyíl a hátán, nekem az nagyon tetszik. Menjünk is a legendary skinekre. Ami a legelső, az az Ultra Guy. Szerintem ez egy tök jó skin, legendary-nak nekem ez nagyon tetszik. Szerintem nagyon menő. Az SH szerintem azt szeretné jelenteni Super Hero, de nem tudom. Majd megfejtjük. Szerintem nem egy rossz skin. 8 per 10 ez is jel. De jön a másik Ultra skin, az Ultra Gel, ami szinte ugyanezt csak hát nőtt be. Szerintem ez sem annyira rossz, passzol minden. Ez is legendary. Jön az 7 per 10, meg így a hajának az alja piros. De jön a következő skin, a Bastion. Nekem ez nem jön be, nekem ez nem tetszik. Ez most hol a lába? Eltűnt, elsétált magától, nekem ez nem tetszik. 4 per 10, nekem nem tetszik. Mindegy, aztán jön a kövi legendary skin, ami CEO of Hack. Szerintem tök jó, hogy Mr. Business ruhában van, van egy ilyen Kowalski persze. Nekem így nagyon tetszik ez a tüzelő feje, szerintem tök menő. Nekem nagyon tetszik. 9 per 10, ez az első 9 per 10-esünk. Aztán jön egy új skin, ami a Ming Dusa. Szerintem ez sem rossz skin. Hogyha rámentek a Stumble Guys-nak a Twitter accountjára, akkor láthattok egy ilyen képet a új Scaffold Stumble mapról. És ez így el volt itt titkolva a sarokban ez a skin. Szerintem ez sem egy rossz skin. Nekem így nagyon tetszenek ezek a mozgó medúszák a fejében. Ez is egy 8 per 10-es. Aztán menjünk is a mythic skinekre, ebből nagyon sok van a mythic skinekből. Azt kezdjük is a Dark Peel Prime mythic skinnel. Nekem ez nagyon tetszik, szerintem tök menő. Rá van írva a pólójára, hogy SL vagy SV, nem tudom. Nekem ez nagyon tetszik, ez a Dark Peel-nek a jobb verziója. 9 per 10, nekem ez nagyon tetszik. Aztán jön még egy banános skin, ami az Alpha Peel. Szerintem ez is tök menő, és SH van írva, Super Hero. Van egy ilyen tök menő szemüvege, meg ez egy robotbanán. Nagyon tetszik. Ez az első 10 per 10-esünk szerintem.
De menjünk is a következő mitikusra, ami a Boxerman. Nem egy rossz skin. Jól néz ki, meg ez az első fehér szemű karakter szerintem, vagy nem tudom. Írjátok a kommentbe, hogyha van még fehér színű karakter ezen kívül, előző update-okban. Szerintem nem egy rossz karakter, hát benne is van a nevében, hogy ez egy boxer. Nem egy rossz skin, 8/10. Bocs, és akkor menjünk is a következő skinre, ami a Silver Skeleton. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Visszahozták a szörfös karaktereket, én nagyon szeretem az ilyen Skeleton skineket. Nekem ez nagyon tetszik, erre is rá van írva hasára, hogy SH, ki tudja, hogy mit jelent. Bocs. Szerintem tök menő. Ja. Nekem nagyon tetszik, 9/10 ez is. Tehát menjünk a következőre, a Negaton Smash Gloves. Nekem, Jézus, ez nagyon jól néz ki elő. Ez a fekete test, ez a ciánkék, nagyon összemegy. Erre is SV vagy SL, nagyon menő, ez lesz a második 10/10-esünk, és ez is egy boxoló. Aztán jönne egy másik mitikus, ami a Deathpack. Ez nem egy rossz kín szerintem, nekem nagyon tetszik, főleg ez a repülős. Ez az első repülő csontvász szerintem. Aztán még egy, ami a GOAT, ami azt jelenti, hogy greatest of all time, azaz az idők legjobbja, vagy valami ilyesmi. Lenne egy korona a fején, csak egy pontot akarja. Nem egy rossz skin. Várj meg az izét. A Deathpack az 9/10, a GOAT meg a 8/10. Jön a hot trash. Jézusom, ég a szemetek, gyerek. Szerintem ez nem egy rossz skin, de komédiának azért jó. Egy ilyen 8/10. Ja, meg tök menő. Aztán jön a Toxic Boxer, aminek le van harapva a feje, meg itt egy picit kínis van a hasa. Itt egy kukac skin a fejéből, agya is kín van, fúj. Szemét is így levágták, nem tudom. 9/10, ez nem egy rossz kín. Tehát az egyik legjobb karakter, a Zeus. Nekem ez nagyon tetszik, ez is egy ilyen görög mitológia skin. Szerintem ez baromi jó, hogy csinálták nekem. Ez nagyon tetszik, srácok, tök menő. 10/10, mit mondom. Aztán az utolsó mitikus skin, a Medúza. Nekem ez nem jön be annyira, de ennek is itt van a izé, mozgó kígyók a fején, 8/10. Jó, akkor menjünk is gyors speciális skinekre, abból négy van. Egyik is a Dasher skinnel, szerintem ez is egy ilyen tök menő skin, blog, biztos, hogy van lesz majd egy ilyen blog Dasher even, biztos majd abban majd meg lehet szerezni. 7/10, nem egy rossz skin, de nem is a legy. Aztán jön még egy, ami a Magister. Tetszik ez a halálkocsi, meg ez a feje. Hallott Mr. Stumble feje, ott van egy küskén szegény. Ez 9/10. Aztán még egy blogdash skin, az Antidash. Szerintem ez nem egy rossz karakter, erre meg az már ráírva egy SD. Na, mi nagyon tetszett a Dasher skinnél, és ezek a forgó blokkok ott a fejének, a nagyon tetszik 9/10. De jön az utolsó skinünk, a Glass Nine Beast, ami a Jade Nine Beast, meg a Nine Beast, de üvegből van. Nem egy rossz skin, de nem eredeti, 8/10. Menjünk is az emótokra, van egy új speciális emóta, ami Invisibility. Láthatatlan lehetsz más játékosok előtt. Szerintem ez nagyon jó, hogy így berakják, nekem ez nagyon tetszik, nagyon sokat fog segíteni szerintem. Ja, tök menő, 10/10, aztán jönnek az animációk, Strength of Atlas, megtartja az egész földet, aztán Zeus. Zeus villámcsapása, nekem is nagyon, nekem ez nagyon tetszik, mind a kettő egy 9/10-es, tök menő. Miért ezt a skint használja? Új footsteppek, Zeus steps. Villámok csapnak mögé, ez nagyon tetszik. De van a Dusa Steps, hát a Medusa skinből van. Most látsz kint, hogy hát azért lássák, hogy izé.
Szerintem tök menő, hogy így kígyók kicsúsznak alattad a másik irányba. Ja, az EU Steps is, ez is tök menő. Én a Constellation Steps. Nem már, azok a csillagi alakok. Nem. Tudom, ez az a fusszap, amit meg lehet most szerezni a missionokbe. Ezt se tudom, hogy ez úgy, de szerintem ez is tök menő. És, ja, meg van még egy ilyen Vroom. Rare footstep. És így fog kinézni a láthatatlanság játékban. Tehát így fog kinézni majd a láthatatlanság a játékban, szerintem tök menő. És akkor zárjuk is le ezt a videót. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, és iratkozzatok fel. Írjatok egy kommentet, hogy szerintetek milyennek ezek a skinek, animációk, emotok, footstepek, meg az új speciális emote a láthatatlanság. Mindegy, mindenütlen a gameplay-zoltam. Szevasztok!